5 éves lett az Aranyszalma néptánc csoport. Ebből az alkalomból rendezte meg gálaműsorát az együttes június 25-én a Kéki Lajos Városi Művelődési Központ színház termében. Az elmúlt években az egyesület több díjat, elismerést tudhatott magáénak Márton Attila vezetésével. Még talán nem sikerült fölfogni ezt a fajta energiát, amit kaptunk a közönségtől, én személy szerint kaptam a táncosoktól, illetve a műsor sikerétől. Az is látszik, hogy mindenki ki van már éhezve erre az ilyen típusú találkozásokra, hogy a színházteremben egy jó kis kulturális műsort megnézni, de úgy gondolom, hogy ez a műsor ezen túl volt. Ennek több jelentése volt, több tartalma volt, és mélyebb is volt, hisz 5 év munkáját tudtuk most itt bemutatni, fiatalabb táncosokkal, gyerekekkel, már olyan táncosokkal, akik nem élnek aktívan akár Hajdonálláson, de visszajöttek a műsor kedvéért, és visszajártak hétvégenként, hogy a műsor sikeres legyen. Tehát próbáljuk ezt még egyelőre feldolgozni. Természetesen a pozitív részét, hisz nagy élmény volt. Mint táncos, meg ahogy a növendékeimmel, akik másodikos, harmadikos, elsősként kezdtem el tanítani, és most 18-20-21 évesek táncolni, ez meg valami leírhatatlan érzés. Kívánom, hogy legalább a felét mindenki élje meg azt, amit én értem most itt át ebben a 2x45-50 percben. A jubileumi műsorban az Aranyszalma néptánc csoport mellett felléptek az Aranyvesző néptánc csoport tagjai is, valamint a korábbi csoporttagok is meghívást kaptak a gála műsorban. A fellépő egyesületi tagok már évelején megkezdték a felkészülést. Már januárban elkezdtük ennek a munkának a véghezvitelét, hisz kitalálni, hogy kik jönnek vissza megszervezni, hogy ők milyen táncban tudnak szerepelni. Aztán így is építettük fel, hogy az első fél időben inkább a régebbi táncokból a sikeresebb koreográfiákat táncoltuk el, míg a második fél időben az újabbakat hoztuk, amit új koreográfiák, új alkotások, volt olyan koreográfia, ami kifejezetten a gála műsorra készült. Rengeteg hétvégi próbával és rengeteg szabadidőt áldoztak rá a fiatalok, hogy ez a műsor így sikerüljön. Minden előadónak van kedvenc műsora, vagy kedvenc műsorszáma. Elég régóta vagyok színpadon, de a második félidő első száma, ahol a fiúkkal egy erdélyi cigány vermunkot adtunk elő, azért némi izgalmat okozott nekem, és az, hogy ilyen jól sikerült, ez az egyik kedvencem, de a fő kedvencem a finálé szám természetesen, amikor a saját táncunkat, itt a hajdunánási, hajdudorogi, hajdúböszöményi táncot, annak tánckultúráját tudtuk bemutatni ennyien és ilyen energiával, érezve azt, hogy a gyerekek, fiatalok, táncosok ezt mind teljesen a magukénak érzik, és ez valami egészen más érzetet is, löketet tud adni. Yeah!
táncosnak a mozgás, a tánc, a zene a minden. A vérében van, és nem is lehet megfogalmazni, csak érezni, hogy mit is jelent. Ki kell próbálni, át kell élni ezeket az élményeket, hisz egy színpadi produkcióban nem csak a száraz táncanyagot adjuk elő, hanem azokkal a gyerekekkel, fiatalokkal, táncostársakkal, kollégákkal vagyunk a színpadon, és élünk meg olyan magasztos dolgokat, amit a hétköznap során is élményekkel tudunk megtölteni. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy egy koreográfiát és táncot eltáncolunk a színpadon, hanem együtt tesszük ezt, egymásra nézve, akkor egyből beugrik valami sztori, történet, tudunk egy jót mosorogni, egy töltetet az egész, tehát, hogy miért jó táncolni, erre nincs egy szó, hanem az összes. Számomra a motiváció azok a tekintetek, azok az arcok, azok az ölelések, amiket kapok a tanítványomtól, és nem feltétlenül tudják megfogalmazni, hogy miért, csak érzik, hogy ez nekik jó, és érzik, hogy jó helyen vannak, mert jó közösségben vannak, mert tudunk olyan élményeket adni a táncon, a közösségi programokon, ahol nem biztos, amit nem biztos, hogy máshonnan megkapnának, és érzik azt, hogy szerető közegben vannak, nem csak mi irányunkból, hanem egymás irányából is, és ez egy nagy motiváció tud lenni, mindazon túl, hogy természetesen a tánc nyelvén tesszük ezt, hisz úgy gondolom, hogy a világon nincs még egy ilyen ország, vagy egy ilyen nép, inkább azt mondom nép, mint a magyar, hogy ilyen színes és ilyen kimeríthetetlen tánckultúrája van. Az Egyesület a néptánccal már az óvodában is jelen van, és szívesen látnak mindenkit, aki a csoportjuk tagja szeretne lenni. Itt hála az égnek az önkormányzat polgármester úr által támogatva van a tevékenység, és megvan minden lehetőség, hisz az Egyesületünk az óvodában is ott van, csak ugye most a karanténhelyzet miatt nem engedődött, hogy táncoljunk, de óvodában ugye a Bocskai, ami nagyon jól szervezett, jól működött utánpótlás együtteseket tud kinevelni, és ugye azon túl, aki az kinőtte, pedig az Aranyszalmi Néptánc Együttes tártkarokkal várja, hogyha ezt a ranglistát szépen végigjárta, és megmarad, és ezt a töltetet, és ezt az energiát szeretném művelni, folytatni. Márton Attila, a Cifraszűr Néptánc Egyesület elnöke, már kisgyermekkorában magába szívta szüleitől a néptánc szeretetét, ezért is fontos számára az ő elismerésük. Én egy táncos családból származom, mondhatni ezt. Édesanyám, édesapám, amikor táncoltak Kálai kettősben, Nagykálóba, ők ugye hordtak próbára, tehát óhatatlanul beleláttam, és már beszívtam magamba ezt a kultúrát, ezt a közösségi formát, és elég korán elkezdtem már táncolni. Édesanyám jó voltában néptáncpedagógus, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetek ezen a téren, hisz gyerekkorom óta nála nevelkedtem, azért a legtöbb forté pedagógiai fogása lehet így mondani, azért tőle tanultam, és nagyon örülök, hogy ilyen büszkeséggel töltött el, hogy ilyen szép eredményt és ilyen munkát sikerült itt letennem, mert ez részben nyilván az övé is. A 2021-es év az Egyesület életében jubiláló év, ennek jegyében több nagyszabású rendezvényre is készülnek a jövőben. Hála az égnek, a Jóisten megadta, hogy jól sikerült a műsor, kijött minden, amit gondoltunk, úgy koreográfilag, úgy táncilag, és természetesen ez jubiláló év, folytatódik a programsorozatunk, hisz augusztusban szalonna koncert és bürkös koncertet tervezünk Borbát Szilveszter énekével és Barna Anikó muzsikájával, ami egy nagy volumenű
előadás is koncert lesz, aztán szeptemberben 5 éves bálunk lesz, és novemberben pedig egy nagyszabású nemzeti tánc találkát szervezünk, ahol többek között várjuk a Magyar Nemzeti Tánc Együttest, az Illosvány Sejmes Péter Néptánc Együttest, és számos külhonban tevékenykedő együttes, valamint ugye a helyi erőket is, és egy két-három napos fesztivál keretében szeretnénk lezárni majd ezt az évet.